Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A DK szerdán hozta nyilvánosságra, hogy igazságügyi minisztériumi források azt állítják, maga a miniszterelnök hozta meg a döntést a pedofil segítő K. Endre szabadon engedéséről, miután a kegyelem elsőre nem ment át Varga Judit igazságügyi miniszteren. Orbán Viktor azóta sem állt az ország elé, hogy megmagyarázza a történteket. A demokratikus koalíció szerint az évértékelő tökéletes alkalom arra, hogy Orbán Viktor befejezze végre a bujkálást, és az ország elé álljon. Ne bújjon zárt ajtók mögé, ne az emberei között beszéljen, hanem álljon a magyarok elé, és mondja el az igazat. Miért döntött a pedofil segítő K. Endre szabadon engedéséről? Ez ma az a kérdés, amire az egész ország választ vár. Ellenzékiek és kormánypártiak is, de leginkább és elsősorban a gyermekek. A bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekmények áldozatai. Be kell fejezni a némalapítást és a sunnyogást. Orbán Viktornak el kell mondania az országnak, hogy miért járt kegyelem a pedofil segítőjének. A forrásaink állítása egyébként összecseng Orbán Viktor korábbi gyakorlatával, mely szerint a politikailag kényes kegyelmi ügyekben ő hozott döntést a korábbi kormányzásai során is. 1998-ban a Kunos ügyben Dávid Ibolya akkori igazságügyminiszter nem értett egyet a Göncz Árpád által Kunos Péternek adott elnöki kegyelemmel. Ezért egyeztetett az akkori miniszterelnökkel, Orbán Viktorral. Ezen az egyeztetésen született meg az a döntés, hogy az igazságügyminiszter ne ellenjegyezze a kegyelmi kérvényt. Akkor tehát Orbán Viktor nyomán nem lett kegyelem. Ahogy akkor, úgy most is konfliktus volt a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter között. De Orbán most más döntést hozott az igazságügyi miniszterrel történt egyeztetésen. Azt mondta Varga Juditnak, hogy adja meg a kegyelemhez szükséges ellenjegyzést. A demokratikus koalíció szerint az évértékelő tökéletes alkalom arra, hogy Orbán Viktor befejezze a bujkálást és az ország elé álljon. Miért engedett ki a börtönből egy pedofil segítőt? Ha sem a saját támogatói, sem az ország másik fele nem fontos neki annyira, hogy válaszoljon, akkor tegye meg legalább az áldozatok, a bicskén bántalmazott gyermekek kedvéért. Orbánnak be kell fejeznie a sunnyogást, el kell mondania az országnak, hogy miért jár kegyelem a pedofilok segítőinek, és miért állnak a fideszes pedofilok a törvények felett.